Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Boros Imre közgazdász, itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy... Jó napot kívánok! A G20 csúcsról fogunk beszélgetni, mert hogy ma kezdődik, és rögtön arra lennék kíváncsi, hogy van egy ilyen alaptéte, hogy valójában, amikor az országok vezetői találkoznak egymással, vagy különböző találkozók vannak, akkor ott nem döntéseket hoznak, hanem valójában csak közlik velük, hogy hogyan kell dönteni. Ön egyetért ezzel a tételmondattal? Hát ezelőtt mondjuk 5 évvel egyet is értettem volna, most azért már erős kétségeim vannak. Való igaz, hogy a G7-es, ami ugye tulajdonképp a nyugat, ugye ahogy van, unblock, a magánpénz nyugat országai vannak benne, itt nagyjából ez a helyzet. A G20-asban is nagyjából korábban ugyanez volt a helyzet, hát gyakorlatilag a héten túli, a 7 nagy tagországon túli országok meghallották a nyugat intelmeit, elmentek haza, és azt szerint politizáltak. Na ez a helyzet alapjaiban változott meg az ukrán-orosz konfliktus kapcsán, ugye, és most az első olyan nagy G20-ast fogjuk megélni a napokban, hogy ennek meglátjuk a konzekvenciáit is, ugye? Tehát ez korábban nagyjából igaz volt, 100%-ig akkor se, de úgy jól átmentek a nyugat üzenetei, a Restlin, tehát a világnak a másik részén, amit ugye a G20-asban egy halom nagy ország, de hát ilyen-olyan-amolyan módon a nyugattól függő ország képviselt, aztán tovább vezette az apróknak. Tehát most pillanatilag egy ilyen megváltozott helyzettel van dolgunk. Ugye azért is érdekes, mert ha a G7-eket nézzük, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, és még az Európai Unió is képviselteti magukat, akkor ők tényleg nagyjából egy követ fújnak. Miközben a G20-on többek között részt vesz Kína, többek között részt vesz Oroszország, többek között részt vesz még Brazília, és még hosszasan sorolhatnánk, Indiát semmiképpen ne hagyjuk ki. Igen. Mit vár ettől a mostani csúcs találkozótól? Melyik oldal, mert hogyha így beszéltünk oldalakról, akkor melyik oldal fog dominálni? Hát mindenképpen lesz egy olyan, szóval eleve lesz egy felosztottság, és igazándiból az egész ügyben, mondom, az orosz-ukrán konfliktus hozta a felszínre, hát régóta lappangó, de egyre mélyülő ellentéteket, meg törésvonalakat. Ugye? Ez már lehetett látni februárban, amikor ugye az orosz-ukrán háború, vagy hát különleges hadművelet, kinek hogy tetszik, valójában a háború elkezdődött, akkor az ESZ-ben volt szavazás. Ugye korábban ilyen esetben, ha mondjuk a korábbi Szovjetunió, vagy éppen Oroszország, Oroszországnak is voltak korábban Grúziával kapcsolatban, hát fegyveres konfliktusba torkoló nézeteltérései, felszólaltak, akkor hát el lett ítélve. Tehát a biztonsági tanácsban is, meg aztán közgyűlés, stb. Na ez most nem így történt, mert a biztonsági tanács 5-ös fogatába, ugye, hát nyilván az oroszok maguk vétót mondtak, a kínaiak tartózkodtak, és a következő 10-es nem állandó tagok között pedig India, aki most éppen bent van, meg az Egyesült Arab Emirátusok is tartózkodtak, és a közgyűlésben is volt egy csomó ellenszavazat, és meg hát meglehetősen szép számú, éppen ebből az ország körből kikerülő, tartózkodó szavazat. Magyarán szólva nem egészen ment át a nyugat üzenete. Na most az első ilyen G20-as lesz most azután, tehát rendkívül érdekes lesz azt látni, hallani, hogy mi történik. Mindamellett ugye azért az előkészületek is érdekesek. De az orosz elnök nem jön el. Ami nem hiszem azt jelenti, hogy megfutamodott volna, hanem azt mindenképpen, hogy szeretné elkerülni, meg valószínűleg a többiek is ezt tanácsolták neki, mára nem nyugatiak, hogy az egész G20 ezzel az orosz-ukrán konfliktusról szóljon, ezért tehát szakmai szinten képviselő az országot, mondjuk Lavrov külügyminiszter úr.
Hát most már csak a nevetség tárgya, hogy Oroszország kapcsán hol a Putyint nyilvánítják félholtnak, hol most a Lavrovot utalták be a kórházba, nem győzködtek az oroszok magyarázkodni, meg föltenni Lavrovnak a képeit, hogy rövid nadrágba éppen készülődik valahol valamelyik szállodai helyen. Ez nem tudom, hogy ez miért jó, de valami miatt így csinálják. Ugye? Tehát most meg hát a Kína és az Egyesült Államok is azért gondosan ügyelt arra, hogyha lehet, a nagy ellentétek ne egyből kerüljenek ki. A kínai elnök meg az amerikai elnök egy találkozót szervezett egymásnak, és hát ott tulajdonképp azt mondták, hogy egyikük se akar hidegháborút, de a őket nagyon érintő kérdésben viszont, hát ami az Tajván, ott viszont hát azt mondták, hogy nem, hogy egyetértés nincs, hanem teljesen másként látják a dolgokat. Tehát ilyen előzményekkel jön ez az értekezlet össze. Ugye a G20 alapvetően a pénzről szól, meg a gazdaságról szól, és az orosz-ukrán háború, meg pontosan a gazdasággal kapcsolatban is egy csomó dilemmát felszínre hozott, többek között a petrodollár egyeduralmának a visszaszorítását. Ezek, még hogyha nem is beszélnek az orosz-ukrán háborúról, vagy nem ez lesz a központban, ezek azért mégiscsak benne vannak a levegőben. Mire jó egy ilyen csúcstalálkozó, mert túl azon, ami hivatalosan zajlik, gondolom a háttérben egyeztetnek a felek, hiszen ott lesz Putyin kivételével azért a többi országnak a vezetője, tudnak ilyenkor hatni, tehát megváltozhat a hangulat, a hozzáállás, a kapcsolat a G20 végére az ilyen négy szemközti vagy pár szemközti találkozóknak köszönhetően? Hát az az érzésem, hogy meg nem fog változni, de a felek többet tudnak majd egymásra. Hát jó a kérdésfelvetés, amit hozott. Itt tulajdonképpen az orosz távolmaradás egyrészt azt is szolgálja, azt a célt is szolgálja, valószínűleg a többiek is, nem a hétbe, hanem a továbbiakba tartozók is támogatták, hogy az orosz elnök ne jöjjön el. Nehogy az egészet a nyugatiak arra nyomják, hogy csak orosz-ukrán háború, és akkor el kell ítélni, így meg úgy, hanem vegyük elő azokat a világgazdaságot feszegető kérdések, egyes számú kérdés, ugye az energia ügy, amik hát nagyon-nagyon érintenek mindenkit. Ez egész világot érintik, és hát a G20-ak által letakart gazdasági, hogy mondjam, erő, hát az tulajdonképp a világgazdaságnak hát több mint kétharmada, ha nem éppen 70%-a, vagy talán még annál is több, ugye ezt pontosan nagyon nehéz meghatározni. Tehát, és akkor oda jutottunk, ami a lényeg. Hát igen, gyakorlatilag itt óriási mozgások indultak el. A világnak a resztli része elkezdte felfedezni, most, hogy a háború ez hogy jár ott hozzá, vagy hogy nem, az teljesen közömbös. Többen azt mondják, hogy emiatt, de nem feltétlen, hogy az energiaellátás A, világgazdasági első osztályú prioritás, másodrészt pedig itt a magánpénz uralmát valamilyen mértékben meg kell törni. Mikor lett ez bevezetve? Tulajdonképp 73-ban, amikor Amerika már tele tömte Európát dollárokkal, az európaiaknak kezdett elegük lenni, ugye? Soha nem váltották át a dollárt aranyra, hogy ígérték, ez ugye egy másik kérdés, és akkor a zseniális külügyminiszterük, akkori külügyminiszterük, vagy nem tudom, nemzetbiztonsági tanácsok, Kissinger, elment az arabokhoz, Szaúd-Arábia, és azt mondta, hogy gyerekek, figyeljtek-e, van egy jó ötletem. Fölnyomjátok az olajárat az egekbe, egy, kettő, ezután csak dollárt fogadtok el érte. Zsupsz, ebbe az óriási lukba 100 milliárdjával mentek bele a dollárok. A világba kikelő dollár meg mindig azt jelentette, hogy az Egyesült Államok ezt a dollártömeg ellentételét valamilyen anyagi forrásként megszerzi. Na most ugye ebből lett a világnak alapvetően elege, és hát ma már ott tartunk, hogy az energetikai piacon bizony, hát amit ön is mondott, petrodollárok, erről-arról beszélnek, hát először ugye az oroszok mondták, hogy akkor kérem a gázra méltóztassanak rubelba fizetni, egy darabig, hát nem, meg így, meg úgy, meg amúgy, azért csak elkezdtek rubelba fizetni, illetve
A szaúdiak a legnagyobb olajexportőrök, pedig arra a kínai kérdésre, hogy esetleg juant elfogadnának, bólintottak egy nagyot, nem a fejüket rázták, hanem bólintottak, azaz igen, meg hát ugye Irán is nagyjából így csinált, és egyfajta petrodollár front már ki is alakult, bent vannak az iránok, a szaúdiak, az oroszok, tehát azt mondanám, ugye a szállítók közül a legnagyobbak, most Venezuelát ne vegyük, mert romokban van az olajipar, de velük se sokra mennek az amerikaiak, meg is tagadták az amerikai elnök kérését a szaúdiak, hogy választás előtt azért nyomjon egy kicsit több olajat a piacra, nehogy a magas benzinárak miatt ugye neki baja legyen a választás, de nem gond, itt addig számolgatják a szavazatokat Amerikában, hogy mindenhol kijön a demokrata párt. Ilyet még a világon nem láttam, hogy egy választás végeredménye, most már nem tudom hány nappal vagyunk túl, még nem nyilvános. Ahol nagy a baj, ott hirtelen beérkezik egy halom levél, szavazat annak 95%-a demokrata, de ez mellékes. Ön szerint csak tényleg, ha már ezt a mellékszeret megnyit, mert így próbálom én is értelmezni, hogy mi történik, de ez csalás, vagy a véletlenek fura összjátéka? Hát én gyakorlatilag ebben nem foglalnék állást, de én inkább afele hajlok, hogy azt hiszem el, aminek ez látszik. Márpedig ez csalásnak látszik. A választási rendszerre való visszaélésnek, mert ugye levélszavazatok, hát nem ellenőrzik őket, gyakorlatilag meg előszavazatok vannak, meg utólag is be lehet küldeni, szóval ez meg államon keresztül. Egyet mondok, hogy Floridában, ahol ugye republikáns vezetés van, minden ilyen dolgot megszüntetett a kormányzó vagy a csapat. Egy nap lehet, aki elment, elment, nem ment, van választói névjegyzék, bemész, aláírod, leadod, az kész. Torony magasan nyertek ott, ugye? Tehát múltkor alig nyert ez a DeSantis, ugye? Most meg tarolt. Úgyhogy nem akarok ebben végleges állást foglalni, de mondjuk erősen az a gyanúm, hogy ez az egész rendszer úgy, ahogy van, majdnem a vicca kategóriája, és nem a nép akaratot fejezi ki, hanem mondom, hát, hogyha viccelődni akarok, addig számogatják a szavazatokat, míg ki nem jön. Végén még a kongresszus képviselőházában is a végén majd kihozzák a demokratákat, mert pont Kaliforniában jön be a ménkű sok levélszavazat. Na jó, ennyit erről, hát végül is nem ez a témánk. Igen, visszatérve a G20-ra, illetve a petrodollárnak a kérdésére, hogy ugye az, amit most a szaúdiak csinálnak, vagy az öbölországok csinálnak, illetve ugye Kína és Oroszország is folyamatosan beszél arról, hogy akkor a dollár egyeduralmát megtörjék. És például, ha az olaj már nem csak dollárban lesz elszámolva, az változtat bármit, az már egy fontos dolog, vagy valójában egy kicsiny szelete ennek az egésznek, és továbbra is a dollár elsőbségéről beszélhet. Én szeretem a számokat. Most utána néztem, hogy egy napi olaj értékesítés a spot piacon, mondjuk amit elhasznál a világ, az körülbelül 10-12 milliárd dollárt jelent. Az több mint 4000 milliárd dollár. Tehát 4000 milliárd dollár már biztos nem kerül ki Amerikából úgy, hogy ők papírra nyomtatnak egy szép képet, 100 dolláros, és képletesen természetesen, azt odaadják valakinek, az nekik ad valamit, használható jószágot, és az nekik ingyen van. Tehát ennyivel megrövidültek. Na most nem valószínű, hogy egyéb más a kőolajhoz kapcsolódó piacok, mint a kőolaj termékeknek a jegyzései. Tehát ezt követően például a benzin, a gázolaj, valamint egyéb olajszármazékok nemzetközi jegyzéseiben majd mindenki ragaszkodni fog erősen a dollárhoz. Ezt nem tartom valószínűleg. Tehát itt lényegében valahol az az érzésem, hogy a Restly, amit a nyugatiak találtak, the end the rest, az kitalálta, hogy a nyugati hegemóniának, a pénz magánuralmának hogyan vethet véget, úgyhogy kezd hátat fordítani a magánpénznek, ami ugye a dollár pillanatilag, és a dollár árasztott el a világot. Hát ne gondoljuk azt, hogy a legtöbb jegybank önálló monetáris politikát folytat. Hát dehogy. A belföldi pénzvolumenek egy nagy részét
úgy hozzák létre, hogy bemegy a dollár oda, megmozgatja az illető pénznek az árfolyamát, átváltják nemzeti pénzre. Tehát a pénzteremtés is a nemzetközi pénz indukálja jó részt. Hát például a Magyar Nemzeti Bank ez ellen alakított ki bizonyos mozgásteret, és nagyon is sokra megyünk vele. Hát ilyen mélységekbe kell ezt a dolgot látni. A másik oldalon meg, ha elveszem a kezéből a világ egyes számú hatalmának a legnagyobb fegyvert, hogy ő pénzt tud csinálni és korlátlan mennyiségben, hát akkor erőforrást veszek el tőle. Tehát itt erről megy ki a játék. Az erőforrások tekintetében egyébként az USA hogy áll és hogy állhat, hogyha ez az egész forgatókönyv megvalósul? Na most ez kicsit messze vezet, de azért megpróbáljuk a kontúrokat meglátni, ugye. Tehát gyakorlatilag már a Trump idején felmerült az az ötlet, hogy az USA-t vissza kell fejleszteni egy nagyon erős nemzetállammá. Tehát amikor azt mondta, hogy Amerikát naggyá teszi, arra gondolt, hogy nemzetállamot csinál Amerikából, és kiszáll ebből a világ csendőri szerepből, hát mi a bánatnak kell 800 milliárd dollár az amerikai katonaságra egy év alatt, mikor a kutya még őket meg nem támadta soha. Szemben például a hatalmas méretűre, médiában hatalmas méretűre duzzasztott oroszokkal, akik meg 65 milliárdból kijönnek katonai költségvetésből, a kínaiak is így 250-ből bőven. Tehát gyakorlatilag ezek a költségek nagyrészt megspórolhatók lennének, és a nemzetállam javára lehetne ezeket fordítani. Igen ám, de azt is jelenteni, hogy a dollár magánpénz világuralmát vissza kéne nyesni. Na itt egy óriási konfliktus van, mert ugye erre egy egész, hogy mondjam, hát lényegében már meg is nevezték ezt Amerikában, úgy mondják, hogy deep state, vagy mély állam, ugye, mély állam, hát láthatatlan hatalom, sokféle elnevezés van, akik erről beszélnek, azokat korábban ilyen féldillinyós, összeesküvés hívőnek szokták mondani, de lényegében a problémának az a gyökere. Na most, hogy hogyan oldódik meg, vagy mikor, vagy megoldódik-e az, hogy végül is a dollárt visszavezetik nemzeti pénzé, elképzelhető, egy új dollárt vezetnek be, és akkor azt mondják, az új dollár egy nemzeti pénz, a többivel meg azt csináltok valamit akartok. Korábban egy amerikai pénzügyminiszter helyettes, amikor a nyugatiak ezzel a dologgal szembesítették, amikor még józan vezetések is voltak itt ott, azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy hát a dollár az Egyesült Államok pénzneme? A válasz az, hogy igen, az Egyesült Államok pénzneme, de az önök problémája. Na hát ez akkor nem is értették, hogy mit ért ez alatt a pacák, de azt hiszem, ma ez egyértelmű és világossá vált. Korábban önnel is beszélgettünk arról, hogy az orosz-ukrán háborúnak azért van olyan vetülete is, ami pontosan a petrodollár erősítéséről, gyengítéséről szól. És azt is így önön keresztül értettem meg részben, hogy hogyan kapcsolódik a Fed, és hogyan kapcsolódik a magánpénzvilág a dollárhoz. Na most, hogyha a dollár meggyengül, akkor erre mit lép a magánpénzvilág, vagy ahogy mondjuk ön is mondta, a háttérhatalom? Hát igazándiból nagyon nehéz kiszámítani. Ugye eddig, ha visszamegyünk a világ történelmében, mert ez történelmi beágyazottság nélkül nem érthető. A magánpénz történet, ez kb. 300 éves, azzal, hogy annak idején Bank of Englandet létrehozták magánbankként, és az a csapat, aki ezt megtette, visszaállította a királyságot. 50 évi köztársaság volt Angliába is, az úgynevezett polgári forradalom gyakorlatilag azonban egy ilyenfajta vérengzés után. Visszaállították és megállapodtak, hogy jó, ti akkor gyakorlatilag uralkodtok, de nem kormányoztok, azt majd mi megcsináljuk, pénzt annyit kaptok, amivel fényesen elvagytok, viszont a hadsereget meg a forrottát a mi hódításaink
szolgáltabb állítjátok. Hát Anglia úgy jut fölfele, mint a talajvíz, ugye? Amerika... Egy zárójelet, hadd tegyek, hogy tulajdonképpen ez még, hogyha időnként az államszerkezetet változtatták, de ez most is így van, tehát, hogy szimbolikus inkább az uralkodó. Hát ez már egy történelmi hagyományá vált, miközben az angol font ugye tulajdonképpen háttérbe szorult, már nem nevezik csak a dollár kisöccsének se. A dollár kisöccse egyébként az euró, de a font volt korábban a második világháború után még egy ideig társ, hogy mondjam, magánvaluta, de hát most már ebbe a szerepből kiszorult. Csak meg kell nézni, hogy mit tartalékolnak az országok jegybankjai. 65%-ba dollárt, 20%-ba ugye, eurót, és a többi meg nemes fém. Tehát ez nagyjából jelzi a súlyokat. No, tehát akkor ez, és akkor az angol magánpénz, ahol akart menni, mindig indított proxy háborúkat. Tehát például a németek jöttek fölfele a 19. század második felébe, ugye, ez nagyon bántotta az angol magánpénz urait. Ők is akarták a németettséget és Ausztrián keresztül, mert Ausztriában már bent ültek a Rothschildok 1816 óta. Az osztrák központi bank szintén magánbankként jött létre. Azt szerették, hogy az osztrákok egyesítik Németországot, hát nem így történt. A németek legyőzéséhez ugye hát hosszú út vezetett. De hát azt megelőzően még a francia ellenbirodalmi próbálkozás és állami pénzre, Napóleon állami pénzére volt alapozva. Napóleont is legyűrték, mert ugye be tudták állítani a sorba mindenkit, az oroszokat is egyébként egy ilyen szakrális monarchiát, mert hát pénzügyileg már volt adósodva Oroszország arrafele. Na most ennek kezd úgy vége szakadni, mert ilyen világméretű felismerés nem volt, hogy egy ilyen G20-os csoportban mindenki, aki nem tartozik a nyugatba, a nagy nyugatba, a nagy nyugat alatt a magánpénz abszolút uralmi szféráját értem, az még hát kezdett lóckodni. Nyilván ez nem egy ilyen egyoldalú offenzíva, hanem valamit megpróbál, gondolom, kitalálni a másik oldal is, hogy biztos. Lehet-e bármi olyan eszköz a másik oldal kezében, amivel ezt lassítani van, tudják, vagy megakadályozzák? Van. Hát tulajdonképp erről is szól ez a háború, meg az Európa bekényszerítése ebbe az eszeveszett szankciós politikába, mert Európára egyfajta hálót, nem védőhálót, hálót akarnak dobni, amit úgy neveznek, hogy közös adósság. Én elmondanám, hogy az Egyesült Államok létrejötte is a közös adósságból adódott, ugye, a polgárháború, a függetlenségi háború alatt egy ravasz pénzügyminiszter azt mondta 13 országocskának, vagy tartományocska, vagy mit tudom én, gyarmatocska, hogy dobják össze az adósságot, és akkor legyen egy közös adósságkezelés, és a közös adósságkezelés mellé rendeljenek egy szövetségi valamit, ugye? Unionisták voltak, ők voltak az unionisták, ugye? A másikok azok meg nem unionisták, tehát mondjuk a déliek, amikor polgárháború volt. Tehát ezt a modellt ismételgetik, hát ma már naponta halljuk azt, hogy most Ukrajnának kéne 18 milliárdot így fölvenni közös felelősséggel, majd 750-et ugyancsak Ukrajna újraépítésére, stb. Tulajdonképp ezt a modellt szeretnék megismételni, és a birodalmat, tehát a magánpénz birodalmat Amerikán túli Európával is megerősíteni, és akkor új életre tudnának kelteni. Ez a nagy mesterterv. Hát az első ilyen menet a Covid után megtörtént, ugye? Minket rendesen átejtettek. Hát ahogy mondani szokták, mint a palánkon, úgy röpültünk át. Mi mondtuk, hogy olyan nagyon nem érdekel ez bennünket, de hát a délieket azért csak nem hagynánk bajban. Aztán utána elfogadták, hogy mi benn vagyunk, megtörtént a felvétel, és a kedvezményekből pedig mi a mai napig ki vagyunk zetszolva. Úgyhogy azért van ilyen törekvés, hogy ne lenne, persze, hogy van.
Amikor ezt látjuk, hogy itt különböző háborúk zajlanak, közben energiaválságok zajlanak, közben meg azért mégis beszélgetnek egymással az ország vezetői, akkor felmerül a kérdés, hogy ez milyen irányba tud elmenni, illetve hogy lehet-e csodát várni a G20-as csúcstól. Meg is mondom, miért kérdezem, mert mielőtt voltak a félidős választások, azt mondták, hogy majd meglátjuk, milyenek lesznek a félidős választások, az azért nagyban befolyásolhatja a háborút. Hát most már nagyjából látjuk, milyenek voltak a félidős választások. Aztán azt is mondták, hogy majd meglátjuk, hogy a G20-as csúcson mi fog történni, egyáltalán elmegye Putyin, látjuk, hogy nem ment el Putyin. De mégis most sokan azt mondják, hogy a gazdasági nehézségek központjában a háború áll, a háborút pedig tűzszünettel vagy békével lehet leállítani, és ez vetülhet ki a gazdaságra is. Lehet-e bármire számítani a következő két napban a háború folytatását illetően? Na most ugye a helyzet úgy néz ki, hogy most teljesen független attól, hogy hány hétig tart még összeszámolni a szavazatokat Amerikába, a ház szavazatot. A szenátus már elment, de a szenátusnak nincsenek ilyen pénzügyi kompetenciája. A szenátus az inkább az amerikai kinevezési bizniszbe utazik, hogy ki legyen a CIA főnök, ki legyen a hadsereg fővezére, ki legyen az ilyen nagykövet, ebbe megy. A ház pedig ugye a költségvetésbe. Na most még abban az esetben is, hogyha a számolási példa kihozza, hogy ezt is elvesztik a republikánusok, azért a helyzet marad olyan drámai, amilyen gyakorlatilag, hiszen az amerikai államadósságot már azon a hozamszinten, ami korábban nagyon kellemes, hogy nem viszik el. A Fed Reserve többszörös kamatemelésre kényszerült, ami viszont ugye visszaköszön abban, hogy az amerikai állam folyókiadásai rakétasebességgel mennek fölfele. Ugye ennek következtében, tehát megvan az a pénzügyi abszolút kontroll, ami még azt mondanám, a feladatát nem 100%-ban ellátni képes. Bident is visszafogja. Már vannak is jelzések, meg hallunk ezt, azt, amaszt, hogy a háttérben az oroszokkal egyezkednek, sőt az ukránokat is mondják, hogy most már találjanak ki valamit, de nem akarnak nyíltan a placra ugrani a gyerekek. Hát ez a mi háborunk volt Oroszországgal, ezután egy rohadt fillért nem kaptok, egyezzetek meg, vagy még meg is mondják, hogy hogyan kéne megegyezni. Szerintem ebbe is vannak tapogatózások, mert nem hiszem, hogy az oroszok akkor most megnyuszulnak, azt elmennek haza, ez ki van zárva. Vagy anyám szokta mondani, hogy ahol az orosz beteszi a csizmáját, onnit szívesen ki nem húzza. No, ez azért ilyen történelmi tétel. Tehát gyakorlatilag vannak tapogatózások, mert ez a pénzügyi korlát még a legelvetemültebb, szélsőségesen balliberális, vókos brigádot is azért tényre kényszeríti. Ha meg megmarad a ház ellenőrzése a republikánereknek, vagy oda kerül, akkor meg még egyszerűbb a kérdés. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez a konfliktus valahol a végkifejlet felé halad. Aztán lehet, hogy Oroszország neki bátorodik, hogyha látja, hogy az ukránokat nem tudják mennyire támogatni, és akkor még egy nagyobb offenzívát indít, de az is inkább a végkifejlet része lesz, ha lesz. Azt mondja, hogy a konfliktus a végkifejlet felé halad. A végkifejlet az megoldást jelenthet, vagy eszkalációt? Ne, a végkifejlet az olyan megoldást jelent, hogy lehet, hogy még fegyverszünet se lesz, de nem ropognak a fegyverek, vagy lesz egy fegyverszünet, és befagynak a dolgok úgy, ahogy éppen a hadi helyzet van, és aztán utána vagy lesz béketárgyás, vagy nem, vagy visszavonul Amerika ebből az egészből, mint aki nem is járt arra, meg semmi köze hozzá. Szóval sokfajta megoldás lehet. A lényeg az, hogy olyan túl sok értelme már annak nincs, hogy a felek háborúzzanak. Mert ugye azt nyilvánvalóan már a nyugat is fölismerte, hogy az általa proxy alapon folytatott háború Oroszország ellen, azzal az eredménnyel, hogy Oroszország térdre kényszerül, és oda bekészülnek ők ugyanúgy, mint Jelcin idején, az nincs a fán. Egyéb esetben pedig hát csak költség van az ügyel.
És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy sokat hallunk arról, hogy ez valójában Amerika és Kína konfliktusának egy mellékszála, nem vitatva egyébként az áldozatoknak a hősiességét, meg azoknak, akik ott harcolnak. De hogy mellette mégiscsak ez az USA-ról és Kínáról szól, és látjuk azt, hogy most Biden találkozott a kínai elnökkel. Ez, és ugye ön is említette, hogy ott Tájván kapcsán azért van némi karcsörtetés, de amúgy meg egész nyugodt a hangulat összességében, hogy amikor ilyen személyes találkozók vannak, akkor az ad okot a bizalomra, hogy azért nem indul egy amerikai-kínai front? Az a helyzet, hogy míg élünk, remélünk, ugye? Én is úgy vagyok ezzel, hogy azzal, hogy a frissen megválasztott kínai elnök és az amerikai elnök, aki egyébként aspirál a következő elnökségre, azok azt mondták, hogy akkor most úgy nagyjából meg vagyunk egymással, te is meg vagy Tajvannal. Kína is elmondta a leckét, hogy Tajvan Kína része, az ő dolga. Az amerikaiak elmondták, hogy meg ne támadják, mert akkor bal lesz, húj. Igen, részben ennek az óriás konfliktusnak a részeként kell kezelni az orosz-ukrán ügyet. Annál is inkább, mert Kínának Oroszországra nagy szüksége van, és kijelentette, hogy esze ágába sincs elítélni az oroszok invázióját, márpedig akkor, ha lesz közös közlemény, ebbe az nem szerepelhet, mert Kína se írja alá. Oroszország eleve azzal, hogy nem ment oda, hát egyértelművé tette, hogy ő egy ilyesmit természetesen nem ír alá, és vélhetően a kínai állásponthoz a többiek is, majd mármint a G20-nak a nem nyugati része hozzááll, így a nyugatiak ezt nem tudják átvinni, ezért tehát egy ilyen együttműködéspárti valami végközlemény, ha lesz ilyen, az jöhet ki ebből az egészből. Tehát alapvetően azt mondanám, hogy kétharmad részt ezt pozitív kimenetülnek gondolom. Majd aztán meglátjuk, esetleg beszélünk róla újra. Reméljük. Boros Imre, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Kérem szépen, minden jót.